2006. Összödi beszéd, ellopott T-34, Puskás Ferenc halála és 99.871 élve született gyerek. Akik mi vagyunk. Mi vagyunk a Z-generáció, egy 2011-es CV online cikk alapján pedig a világ első globális, digitális és a majdani dotcom nemzedék, az információs kor szülöttei. És hogy ez mit jelent? McKinsey egy Box 1824-jel közös brazil kutatása alapján a szabadságot, a virtuális közösségekhez tartozást, párbeszédet, elemző kritikus hozzáállást. Na de mit gondol rólunk először is az utca népe? Milyen Z-generációs sztereotípiákat ismersz, ami így, tehát ránk vonatkozik nagyrészt? A mostani időre? Nem tudom, tényleg sokat telefonozunk, amit nem kéne. Folyamatosan nézik a telefont. Úgyhogy valahogy más életlátásuk van, mint mondjuk egy generációval korábban. Kim vagyunk a Korozsi téren, szerintem 10 perce jöttünk. Na, ideig egy nagyon-nagyon gyors konklúziónk van, tehát hogy a Z-generáció tagjai, akiket ideig elkezdtünk kérdezni 2006-ról, egyikőjük se ér rá. Na, ez egy nagyon jó konklúzió, mindenki siet közülünk. Keressünk tovább. Első kérdésem, hogy hogy élitek meg a Z-generációs sztereotípiákat, hogy csak az online térben élünk, kevésbé tudunk figyelni, és a többi, és a többi. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a mentális betegségeket ennyire normalizáljuk, ez egy nagyon rossz dolog. Szerintem ez nagyon hátrány, és úgymond egy olyan ideális dolognak állítja be a fiatalabb gyerekeknek, meg tinédzsereknek. Nagyon érdekes história, mert csak kapkodjuk a fejünket, öregek, amikor ezt a generációt látjuk, és az eredményeit figyeljük. De ez inkább pozitív, vagy inkább negatív? Abszolút pozitív, abszolút pozitív. Szerinted a mai gyerekek kint, vagy bent töltik a szabad idejüket inkább? Hát ezek után egyértelműen bent, sajnos. Szerintem bent gép előtt, bár nagyon sok fiatalat látok csoportosulva az utcákon is, bár most a Covid egy kicsit ezt visszavetette, de teljesen más szerintem az irányultságuk, tehát hogy ott is, ha csoportosulnak, akkor mindenki a kezében van a telefon, és egymással nézik ez egymás telefonját. Nagyon sokáig inkább bent voltam, de van egy pont, amikor rájössz, hogy sokkal jobb kint lenni barátokkal, közösségben, vagy természetben, mert egyszerűen jobban érzed magad. Én testnevelő tanár vagyok, meg edző voltam természetesen. Tehát én azokat a gyerekeket láttam világ életemben, akik kint voltak a szabadban, sportoltak. Én például próbálok nem telefonozni, mikor a barátaimmal vagyok, és inkább egymással beszélgetni. És sikerül? Igen, most. Hát mi csak akkor veszük elő a telefonunkat, hogyha mást belevonunk a beszélgetésbe online, vagy képeket csinálunk egymásról. Szia! Mi jut eszed be először arról, hogy 2006? Ez megint nem sikerül. Inkább filmet nézünk, vagy könyvet olvasunk? Film. Biztos, hogy nem könyveket olvasnak, szerintem még e-könyvet sem nagyon olvasnak annyira. Filmeket néznek, és videóanyagokból tájékozódnak. Iskolában nagyon sokat olvasok, meg tanulok, és ez inkább kikapcsolás, hogy most nézek valamit, mint hogy még többet olvassak, de régebben többet olvastam, mikor még nem kellett ennyi. Én azt mondom, hogy audiókönyv, mert akkor tudok multitaskolni és mást is csinálni. Hát könyvet, azt nem nagyon sikerült még az unokáim kezébe adni, mert minden az internetről jön le. Akkor az alapján, amit ön mondott, igen, akkor így kinyílt a világ? Hát, rettenetesen kinyílt a világ. De mi ebből a valóság, és mi csak clickbait pletyka? Pontosan mi zajlik bennünk? Ők már a digitális eszközök használatába születtek bele, tehát 0 éves koruktól kezdve szinte akár használhatják is, vagy tapasztalhatják ezeket az eszközöket. Végtelenné vált az a tér, amiben közlekedhet ez a generáció. Gyakorlatilag 3 éves kortól már akár, ha van rá lehetőség, és a legtöbbjüknek van, akár tudhatja, hogy mi az, ami őt érdekli ebből a végtelen választási lehetőség. Most már nem egy sín az élet, hogy anyukám, nem tudom én, szövőnő volt, akkor én is szövőnő leszek, mert egyszerűen az ő tudását, az ő által nyújtott tapasztalatot tudom csak
átélni, befogadni, hanem minden ott van. Az is ott van, amire a szülők nem képesek, ami a szülőket nem érdekli, amit a szülő nem tud megtanítani. Tehát nem csak egy adott közösség nevel egy gyereket, sőt, legkevésbé egy közösség nevel egy gyereket, hanem minden ott van. Élhetek balin, lehetek táncosnő, bármi. Korábbi generációk, és csak ez egy ilyen szimbólum, bemegy a boltba, ő tudja, hogy milyen vajat akar, nincs az a vaj, köt egy kompromisszumot. És azt mondja, hogy jó lesz ez is. Tehát lejjebb ad a saját igényeiből. Ez a generáció, én azt látom, hogy azt mondja, mosolyogva kijön, megmondja, hogy jó, nekem akkor itt nincs vaj, és addig megyek, amíg meg nem kapom azt, amire nekem szükségem van. Hát az vitathatatlan, hogy ezek az eszközök igenis beszívnak, de nem csak ezt a generációt, hanem az összes generációt be tudja szívni. Az is igaz, és ez tényleg tudományosan bizonyított tény is, hogy nem mindegy, hogy milyen életkorban kapja el akár az internet, akár a képernyő ilyen intenzív használata az ember. Már vannak megszilárdult tapasztalatok az agyban, tehát nyilván nem azt jelenti, hogy ténylegesen megszilárdult, de fiatalabb korban igenis képlékenyebb az agy, és sokkal, sokkal nagyobb hatással van rá minden egyes tapasztalat, mint később, amikor már nem olyan nagy, ezt tudják, hogy neuroplaszticitás, gyönyörű szó. És nyugodtan kijelenthetjük, hogy az E-generáció stressz szintje magasabb, mint azoké, akiknek lassú, egyszerű, valójában semmi nem történik napokig azon kívül, hogy eszünk, alszunk, találkozunk emberekkel, fekszünk az ágyban. Tehát ez is biztos, és az is látszik, hogy az ürülési idő, ami nagyon fontos az idegrendszernek, amikor megnyugszik, amikor csak a belső világával van elfoglalva, amikor rendezni tudja a gondolatait, az érzéseit, az rettenetesen lerövidült. A kisgyerekeknél ez ugye a játék, de nem a számítógépes, hanem a effektív szerepjáték. Az is kivesző félben van szinte, mert hogy átvette a szerepét a számítógépes játék, vagy a képernyő. Látszik a gyerekek érzelmi állapotán, tehát a mentális egészséghez egyszerűen muszáj akkor is, hogyha valaki most él és ennyi képernyő van, kibámulni a kocsi ajtaján 3 órán keresztül, amikor valahova utazunk, és néha nem csinálni semmit. Hogyan látják az Z-generációt a munkaerőpiacon? A Generali közel 30 éve van Magyarországon, így döntő többségében X és Y generációs munkatársunk van, de megjelent már a munkaerőpiacon a Z-generáció is, így természetesen nálunk is dolgoznak. A közel 2000 fős munkavállalói állományból 7% Z-generációs már. Én mindig azt gondolom, hogy az adott cégnél egy diversity-t kell összerakni, ez konkrétan azt jelenti, hogy mindenféle generáció együttműködése szükséges. Az E-generáció, mint a legfiatalabb korosztály, nem kérdés, hogy a jövőt kell, hogy jelentse. És ezért nagyon sok olyan gyakornoki pozíciót ajánlunk, vagy junior munkakört, ahol kipróbálhatják magukat, mi pedig kiválaszthatjuk a jövő vezetőit, tehetségeit, adott ponton utódjait. Nagyon izgalmas a generációs kérdés, még nagyon emlékszem arra, amikor az Y-generációt illesztettük. Rettentően sok félelem és téveszme volt közöttünk, meg kellett tanulnunk együtt élni velük. Az X-generáció, a cég akkori döntő többsége számára, az Y-generáció egy hihetetlen más munkabírással és egyáltalán más hozzáállással bíró generáció volt, és nagyon sok együttműködési nehézség volt. Nem értette egymást a két generáció. A Z-generációt már az X neveli, és ez azt jelenti, hogy az X is nagyon-nagyon sokat tanult, és különösen az együttműködésben a Z-generáció nyitottsága miatt most már sokkal kevesebb a probléma. Azt gondolom egyébként, hogy a Z-generáció hihetetlenül nyitott, ők természetesen már digitális benszülöttek, nagyon-nagyon sok olyan készségük van, képességük, ami rettentően gyorsá teszi őket, és a probléma megoldásokat emelném még ki az együttműködés mellett, kifejezetten szimpatikus munkáltatói szempontból is, hogy a Z-generáció meg akarja oldani a problémát. Az X-nél és az inkább az Y-nál azt láttuk, hogy fölvetik, nem biztos, hogy megoldást keresnek, de a Z a megoldást keresi, és ez nagyon pozitív.